Kiváló hangi adottságokkal rendelkezik, az operán kívül már minden műfajt énekelt. Valósággal lubickol a különböző zenei műfajokban Veres Mónika, Nika. Barbara Streisand egy kihívás számára, azonban nem ismeretlen a feladat. Aki hallgatta a koncertet, vagy most belehallgat, maga is láthatja, hallhatja, hogy ennek a világhírességnek a dalait méltán elénekelheti Nika. Már volt alkalmam egy csodálatos zenei estét összeállítani Barbara Streisand dalaiból. Nagyon-nagyon szeretem őt, és egy nagyon különleges előadónak tartom, és elképesztően nagy feladat az ő dalaihoz hozzányúlni. Nyilván ez megfelelő alázat nélkül nem tudna létrejönni, és nyilván egy nagyon színes és nagyon mély zenei tartalmú csomagról van szó, amit ő itt nekünk ezen a földön bemutatott. Egy elképesztő meló, de nagyon-nagyon örültem ennek a felkérésnek. Király Linda és Király Viktor alkotta még a zenei est fellépő szólistáinak körét. Az új zenei élményújtó produkcióban a közös éneklések is fokozták az emelkedett hangulatot. Linda és Nika duettet is énekeltek. Lindával régóta ismerjük egymást, de nem olyan nagyon sokszor álltunk egy színpadon. Egyébként volt egy musical darab is, amiben játszottunk együtt, nem is annyira régen. Tehát ez egy ritka alkalom, ritka együttállás, mert hogy annyira sok lehetőségünk még nem volt együtt dolgozni, csak így mindig tudunk egymásról, meg szeretjük, tiszteljük egymást, úgyhogy, és most együtt izguljuk még igazából, hogy minden a helyén legyen, és hogy tényleg egy olyan élményt tudjunk az embereknek, akik eljönnek meghallgatni ezt az estet adni, ami egyedülálló, és ami az ő lelküknek is jól fog esni. Vas András, a Pannonfilharmonikusok karmestere a legendás művészlágereit szimfonikusra hangszerelte. Eredetileg fél éves előkészület előzte meg a koncert létrejöttét. Tehát egy fél éves előkészítés, de az előkészítés nem a zenekaré, hanem Vas András személy, hiszen ezekből a mindenki által nagyon-nagyon jól ismert dalokból az András egy fantasztikus szimfonikus zenekari hangszerelést készített, és nem tudom eltúlozni. Tehát egy olyan színvonalú anyag készült, amiről csak azt gondolom, hogy miért nem vagyok én az András ügynöke, és miért nem én forgalmazom ezt Hollywoodban, mert egész egyszerűen fantasztikus az a színesség, ami a zenekari hangszerekből megszólal ma este, és hát természetesen a szólista partnereink is kiválóak, hiszen a király testvéreket álmodtuk meg ehhez a projekthez, Király Linda és Viktor van velünk, illetve hát annyira hangsúlyos nyilvánvalóan a női szerepkör, hiszen mégiscsak Barbara Streisandnak az anyagát dolgozzuk föl, hogy egy énekes nőnek egy egész estét végigvinni ebből rendkívül megterhelő lenne. Így aztán kerestük Lindának a partnerét, és Nika művész néven dolgozó jelen lévő művésznőt hívtuk ma este, és hát a párosuk fantasztikus, énekelnek duettet, és egyáltalán az egész estét megosztják egymás közt. Csodálatos este, alig várom a sikert, és alig várom, hogy melyek azok a színpadok, ahol ezt tovább tudjuk vinni. Yeah.
A dalok, világslágerek kiválogatása a zenekaron belül történt. Ebben hárman vettünk alapvetően részt, és itt van a pillanat, hogy akkor megemlítsem a Valentin napot koncertjeink állandó karmesterét, Illényi Péter karmester urat, aki nagyon-nagyon jól ismeri ezt az irodalmat, ezt a zenei anyagot, és Vas Andrással közösen tematizálták, aztán néztük, hallgattuk közösen, és az életmű rendkívül gazdag. Tehát sok estére való anyagot lehetne összeállítani. Végül természetesen a művésznőket is bevontuk abba, hogy melyikük melyiket énekli, melyiket választja. De egy nagyon-nagyon harmonikus, örömteli munka volt ez. Barbara Streisand 80 éves idén. A többszörös Oscar, Golden Globe és Grammy-díjas színésznő és énekesnő azon kevesek közé tartozik, aki egyszerre rendelkezik színészi és énekesi teljesítményért is Oscar-díjjal. Az USA-ban a legtöbb albumot eladó női előadó művész.